Sziasztok, Alex vagyok, akik a Világ Szerencse csatornáról. A mai videóban folytatom a milliómos klub vegyes pakkaparást a következő két sors egy lekaparásával. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejtenek. És akkor most kezdjük is el a következő két sors egy lekaparását a milliómos klub vegyes pakkunkból, méghozzá a 4-es pakkból a 0-20-ast és a 0-as pakkból a 0-40-est. És akkor most kezdjük is el a 0-20-as milliómos klub sors egy lekaparását. Nézzük a koordinátás játékot. E1-essel kezdünk. Ez egy repülőgép. E4-es. Ez egy hőlég, vagyis egy űrhajó. C3-as. Ez egy szörfös. Az nem jó. B2-es. Egy hőlégballon. D1-es, helikopter, ide egy mind különböző, A, B, D2-es, űrhajó, abból már kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik, E5-ös, ez egy vitorlás, C2-es, ez egy kerékpár, C5-ös, ez egy felvonó, és az utolsó, pedig egy D4-es, hőlégballon, sajnos nem lett három egyformánk egyik szimbólumból sem. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk, már jó lenne valami szépet nyerni. Van egy 5 milliós, 2500-as, 85 milliós, 2500-as, abból már kettő van, 85 milliós, abból is kettő van, és az utolsó, pedig egy 5 milliós, sajnos mindenből kettő, nem lett három. Akkor keresünk pénzköteget a harmadik játékon. Van egy aranyrúd, okosóra, és terminál, sajnos nem lett pénzkötegünk. Akkor nézzük, hogy a bónuszjátékon lesz a két szám összegéből 13, 9 és egy 3-as, az 12, sajnos nem lett 13. Akkor nézzük a negyedik játékot, hogy lesz-e 3 egyformánk kötésben. Kör, X, és X, itt nem volt a 3 egyforma, nézzük, hogy a másik leghosszabb átlóban kijön a 3 egyforma. Két X-ünk van, nézzük, hogy jön a harmadik, de sajnos kört adott, akkor nézzük, hogy fentre jön a középre a kör, de ide X-et adott, nézzük a középső sort, ide kört adott, tehát már itt sem jött ki a 3 egyforma, ide pedig X-et, akkor lentre kérünk egy X-et a középre, de ide viszont költ adott. Hát sajnos ezen a játék részen sem sikerült nyerni. Akkor nézzük a szókeresős játékot, már csak abban bízhatunk, hogy lesz ezen a sors ilyen nyeremény. Nézzük. F betűvel kezdünk, ami nincs. V betű. Van a villában egy, a vagyonban egy. Abból nincs több. Már jó lenne valami szép nyereményt mutatna ez a sorsjegy. Itt van az O betű a topban, illetve a vagyonban is itt az O betű, és a jutalomban is. Szuper. T betű, itt van a topban egy T betű, a partiban is itt a T betű, és a jutalomban is itt a T betű. Szuper, nézzük tovább. E betű, itt van a sikerben egy E betű, és abból nincs is több. Y, itt van a vagyonban egy Y. L betű, itt van a villában két L betű, és a jutalomban itt az L betű.
C betű, és még a luxusnál is van egy L betű. C betűből nincsen. Nézzük tovább, S betű. Itt van a sikerben egy S betű, a luxusban is itt az S betű, és abból sincs több. H betű olyanunk nincs. M betű. Itt van a jutalomban egy M betű. Abból sincs több. Nézzük tovább. R betű. Itt van a rangban egy R betű. A partiban is itt az R betű, és a sikerben is. És abból sincs több. Nézzük az utolsó sort. D betű. Itt van a gazdagban egy D betű. B betű. Itt van a bankban egy B betű. És abból sincs több. U betű. Itt van a jutalomban egy U betű. Illetve a luxusban van két U betű. És ebből sincs több. Már a luxushoz csak egy X kell, nézzük, hogy bejön-e, még van egy csomó esélyünk. K betű, itt van a bankban egy K betű, a sikerben is itt a K betű, oda is már csak egy I betű kell, és ebből sincs több. Két betű maradt, G betű, itt van a rangban egy G betű, a gazdagban van két G betű, illetve a vagyonban is itt a G betű. Szuper. Nézzük az utolsó betűt. Mit fog nekünk adni? A betű. Itt van a bankban egy A betű. A rangban is itt az A betű. A partiban is. A villában is itt az A betű. Egy halszányira voltunk a nyereménytől. Illetve a vagyonban is itt az A betű. És a jutalomban is. De sajnos, illetve a gazdagban is itt van még két A betű. De sajnos nem jött ki egyetlen szó sem. Tehát a betűink egy I betű és egy M betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsát, a nullás pakkból a 0-40-est. Hát ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Kezdjük a koordinátás játékkal. A5-össel kezdünk. Ez egy felvonó. 3 darab 5000 forintot ér. E2-es. Kerékpár. C5-ös. Ez egy hőlégballon. D4-es. Autó. De mindegyik különböző. B1-es. Kerékpár, abból már van kettő. Nézzük, hogy jön a harmadik. A2-es. Ez egy szörfös, az nem jó. D2-es. Hőlégballon, abból már megvan a második. Nézzük, hogy jön a harmadik. Három darab hőlégballon, az 25 ezer forintot ér. B2-es. Ez egy motor. A4-es. Ez egy lakóautó, de olyanunk nincs. És C1-es. Vonat, olyanunk sincs. Sajnos nem lett három egyformánk. Nézzük a három egyforma összeget, hogy ki jön a második játék részen. Van egy 5000-es. 30 ezres, 5 milliós, 5 ezres, na jön az 5 ezres. 5-ös a vége, de ez 5 millió, vagy 5-ös az eleje, de 5 milliót adott, az nem jó. És az utolsó, egy 3 ezres, sajnos nem lett 3 egyformánk. Nézzük, hogy találunk a pénzköteget a harmadik játékon, 3 esélyünk van. Van egy pénztárca, egy csekk, és egy aranyrúd, sajnos nem lett pénzkötegünk. Akkor most nézzük a bónuszjátékot, hogy lesz a két szám összegéből 13, fix 5000 forintért.
Van egy 11-es, akkor egy 2-es. De 3-ast ad, az 14, sajnos nem lett 13. Akkor most nézzük a 3 egyforma szimbólumot kötésben, a negyedik játékon. Nézzük először a leghosszabb átlót, X-el kezdünk, X-el is folytatjuk, de ismételten kört adott. Ez a negyedik játék nekem nem szimpatikus, hiszen nem sok izgalmat tartogat számomra, hiszen hamar kiderül, hogy nem jött ki a 3-1 forma. Látjátok, itt beadta a 2x-et, ide már kört adott, tehát az úgy már nem jó. Nézzük a középső sort, kijön a 3-1 forma, de körrel kezdünk, tehát már ez a sor is kiesett, és már az oszlop is kiesett, hiszen már csak a felső sorba jöhet ki 3-1 forma, nézzük, de már itt sem, mert itt is kört adott, és még egy kört, abból is kettő van, már csak az alsó sorban lehet 3-1 forma. X, de már most itt sem lehet, hiszen 2x-et adott, nem jött ki 3-1 forma kötésben. Nézzük az ötödik játékot, hogy kijön egy szó, vagy akár több is hiánytalanul. I betűvel kezdünk, itt van a partiban egy I betű, a sikerben is itt az I betű, illetve a villában is itt az I betű, R betű. Itt van a rangban egy R betű, a partiban is itt az R betű, a sikerben is, és abból nincs több. Z betű. Itt van a gazdagban egy Z betű, és abból nincs is több. G betű. Itt van két G betű a gazdagban, illetve a rangban is itt a G betű, illetve a vagyonban is itt a G betű. Szuper, nézzük tovább. T betű, itt van a topban egy T betű, a partiban is itt a T betű, és a jutalomban is itt a T betű. Szuper. X, itt van a luxusban egy X. P betű, itt van a topban egy P betű, oda már csak egy O betű kell. És a partiban is itt a P betű. Szuper. Nézzük tovább. U betű. Itt van a luxusban két U betű. Illetve a jutalomban is itt az U betű. D betű. Itt van a gazdagban egy D betű. B betű, itt van a bankban egy B betű, abból sincs több. V betű, itt van a villában egy V betű, a vagyonban is itt a V betű, és abból sem látok többet. K betű, itt van a bankban egy K betű, a sikerben is itt a K betű, és abból sincs több. Nézzük tovább. Y, az itt van a vagyonban egy Y, és abból sincs több. M betű, itt van a jutalomban egy M betű. N betű, itt van a bankban egy N betű, a rangban is van egy N betű, illetve a vagyonban is itt az N betű. Szuper! Egy A betűvel már rögtön három nyereményünk is lenne, négy. Nézzük, hogy bejön-e, három esélyünk van. Dupla V, na hát az nagyon kellett, olyanunk nincs. E betű, itt van a sikerben egy E betű, és abból sincs több. Tehát, hogyha az utolsó betű vagy O, vagy A betű, vagy S betű, akkor nyerünk, nézzük, hogy mit ad utolsó betűnek. L betűt ad, hát az sajnos nem jó, hiszen itt van a luxusban egy L betű, a villában van két L betű,
és a jutalomban is itt az L betű, és megint egy csomó esélyünk lett volna nyerni, de sajnos nem ért be a egyetlen szó sem. Akkor most nézzük meg, hogy mit akartak volna ezek a szavak, hogyha kijönnek. Nézzük, csak így gyorsan. A topnál volt egy 5 milliós, a banknál egy 2500-as, a rangnál egy 25 ezres, a partinál egy 10 ezres, a sikernél egy 5 ezres, azt igazán beadhatta volna, a luxusnál egy 30 ezres, a villánál egy 50 ezres, a gazdagnál lett volna az igazán Jolly Joker, hiszen ez a fődíj, 85 millió, a vagyonnál van egy 3 ezres, és a jutalomnál pedig egy újabb milliós, egy 5 milliós lapot. Hát ezt igazán beadhatta volna, de sajnálta tőlünk, úgy látszik. Így a vége felé már egész profi betűkereső lettem. Itt is van a harmadik játékon mind a két betű elrejtve, egy L betű és egy D betű, különböznek sajnos. Ez a két sors egy sajnos kuka, ezzel már nem kell számolni, hiszen egyik sem volt nyerő. És ne felejtjétek, hogy még mai félig tudjátok leadni a tippeteket a milliómos klub vegyes pakkunkkal kapcsolatban, hogy mennyi lesz a teljes pakk végösszege az 50. sorsjegy lekoparása után, és aki helyesen megtippeli a pontos végösszeget, annak nyereménye, két nyertes fogunk kisorsolni, egy-egy milliómos klub sorsjegyet fognak nyerni, akik helyesen eltalálják a pontos végösszeget. Sok szerencsét kívánok a tippeléshez, tehát ne felejtjétek, hogy a határidő az ma éjfél, tehát még ma éjfélig tudjátok leadni a tippeteket. Kívánom, hogy tippeljetek jól, nektek pedig sok szerencsét kívánok a vadi új milliómos klub sorsjegyen, nyerjetek szépeket, én Alex voltam, a Gigavirág szerencse csatornáról találkozunk egy újabb videóban, sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek, sziasztok!